Sziasztok, én Stark vagyok, és újra daisyzni fogunk. Gáborral, Andrissal és Tonekkal. Szevasztok! Hello! Jó kis hatásszünet. Hello! Hello, hello! És Stari szoborból fogunk a reptére tartani. Ja. Figyeljetek, srácok! Gyorsan távcsővel nézzük körbe a Starit, mert amúgy... Mutatom, srácok, ilyen az előbb néztem, nem láttam senkit. Igen? Jó, nekem megszokott. Hát csak egy pillanatra szerintem, ez az. Remélem. Mint a látnék bármilyen. Mindig itt állsz és mutatod a középső ujjad az. Igen. A kis szemt. Ott egy tehén, gyerekek! Beszarok. Szegény bocit nem váltsuk már megint. Nem, most nem nyúlok hozzájuk. Hol? Olyan régen. Akinek kellett a 9 millis lőszer, mert akkor adok neki. Nekem. Mindenki. Addig gyere Tonek, mi menjünk le a izébe. Itt van, itt van. A sátrasba. Majd négyzel ügyetek közben azért. Kéne keresni egy új táskát nekem, mert nem férek el. Majd. Idővel. Idővel? Köszi. De ez a sátortábor nem valami nagy szám. Hát, itt van a alkálőszer. Régen ugye kivették, előtte még fasza volt. Jó. Itt egy ilyen 25-ös tagy. Ó, itt van egy kis SKS lőszer, sose jön rosszul. Kiumpakkolom, várj, kidobom ezt a... Ha AKM tárat találtok, szóljatok meg. Jó, azt megnéztétek? Menjünk be a városba egy kicsit. Vagy nem tudom, van-e kedvetek. Van egy lila táska, nagyobb. Na de az csak 25-ös akkora van, szerintem mindenkinek, sőt. Nem. Ó, mi ez itt? Semmi. Ja, kalapács. Képzeljétek, voltunk a várban és a Gáborral találtunk ilyen, mi volt az ilyen? Buzogányt. Ja, egy középkori. Köszönöm, király. Tök hasznos. Most elképzelem. Olyan, mint a kard. Azzal is az a baj, hogy tök sokáig tart még lendít. Én elhiszem, hogy nehéz, meg a valóságban is nehéz, csak úgy... Úgy nincs semmi. Nem tudom. Hasznos funkciója. Ben vagyunk, én legalábbis ben vagyok a városba már. Én megjöttem utánad. Jaj. Itt egy magnum. Mint a kellene, de ott van. Mi volt ott a széken? Egy párcibellő. Van egy shotgun, nem hiszem, hogy bárkinek is kéne amúgy. Akartok pink színű karszalagot úgy mindenkinek? De van pink a basszus. Pink hadsereg. Az a baj, hogy kéne, hogy meg kéne varni, mert szutykos, és hát így nem mondható túlzottan. Akkor meg kéne mosni. Meg kéne mosni, de nem. Hát lehet. Ez nagyon hasznos. Ezért kettes mi van benne? Ó, gyerekek, tupla csövű soti, az kell nekem, lefűrészelem a végét. Hát itt nem nagyon lesz semmi amúgy. Úgy alakulok, azt akkor 5 FPS veszek. Bővelkedsz benne. Az elég bőven. Az teljesen elég, örülj neki, hogy van. Nem, nulla. Hát nem szúrja ki legalább a játék a szemedet, ilyen. 30-akkal 5-öt kapsz. És akkor még jó fej volt. Kábé. Én is találtam. Itt a izében amúgy mindig van kulacs a... Mi ez? A bódba. Nincsen valakinek varró készlete? Ez 200. De ja. Van varró készlete. M65-eset találtam. Ajajaj. Elkérhetném? Kell az neked az a még amúgy nekem is kéne majd varrókészlet, hogyha majd így megszánsz, és nem lesz. Hát itt van nálam, csak találkozunk, mert én most, most itt megyek. Hát egy baseball ütőt, hogyha én vagyok Gábor. Felismerem a hangodat, felesleges mondani amúgy.
Ja, jó. Egy én vagyok, tudod, bőven elég így röpke pár év után. Ja, itt vagyok a boltnál, jó, megtaláltam. Ja, itt vagyok. Akkor elkérhetem? Itt is van baseball ütő. Elvigyem a baseball ütőt? Csinálok majd belőle szögeset. Úgyis találok szöget. Ez a nagy biznisz. Fekete AK-t lefestettem feketére. És jól néz ki. A, kicsit fekete, de jó. Jaj, van zöld. Akkor kéne baseball ütő is. Bazd meg. Itt van, kire van, kinek kell. Na jó. Megszár. Hol vagy? Bénázok egy izével. Az a para, hogy most... Na, öntsd már át. Most elméletek ebbe van. Láttam egy sárga esőkabátot. Most egyikbe sincs víz. Ez itt a izé. Jó, jó biznisz volt. Kabát varró készle. Egyet. Van, az, ja itt van, jó. A nacimat kell megvárni, mert kicsit csúnya. Ó, szép zöld lett. Elhozom a varrókészletet, majd nálam lesz akkor. Srácok, menjünk tovább, hogyha még nagyon van kedvetek lootolni, persze maradhatunk, de... Nem sok minden... Ó! Ez most micsoda? Lefestettem a múzeumot. Ú, ezt is meg kell varni. De várjátok, akkor meg tudom varni a pink izét. Lehet pink karszalagunk. Ó, inkább ezt varrom. Ez ennyire pink csak. Nem, én találtam egy sárgát. Melyik kötök van itt mellett? Kell valakinek ilyen fehér bakalava maszk? Nem, nekem van ilyen... Azt vedd fel? Azt ott a földön. Ó, te is kapsz egyet. Gyere. Kapjátok fel. Jaj, de... Mondjuk nekem jó, mert én csajja vagyok. Jaj, de cuki! Micsoda? Csajja vagyok. Igen? Van bioszkópja valakinek? Ja, a fegyverem. Nem, az úgy nem lesz. Akinek... Akinek sárga... Micsodát? Még én elbomoltattam a sajátomat. Majd visszakapom. Majd úgyis találunk. Mutatja. Azt a sárga... Részvegyem. Én odaadom. Vedd fel. Légy szíves. Add nekem. Ott van, meg vedd fel azt a sárga izét, vagy mi az sárga. Köszönjük el. Pink cuccot. De miért nem bírom rárakni a fegyverre? Azért, mert rajta van, csak bugol. De akkor miért nem tudok belenézni? Azért, mert bugol. Mert a következő belépésnél rajta lesz megint. Na gyertek, akkor mikor jön vissza? Már egy évesztem, de következő belépés. Ez komoly. Aha. Majd legközelebb látod. Ó, tudjátok, ki fogja itt nyomni a gombot. Fusson magától ez a hülye karakter. Ilyen a makrós billentyűzet. Ja, jó is az, ha be van állítva. És megnézem addig a Falloutban a City-met. City-met? Hát mi az, ez atombunker. Megmutatom a kedves nézőknek is, hogy van ilyen Falloutos játék telefonra. Úgy kéne fogni, hogy kitakarjam a telefonom márkáját, nem mint hogyha bárkit érdekelne. Tök fasza. Jó játék. Suliban órák alatt unalomüzésnek teljesen jó. Egy jó töri alatt. Na mindegy. Közben nézelődök egy kicsit. Mi a neve? Mindjárt éltem. Ez a Fallout Settler, vagy nem a túró. Én most olyan jó játékot találtam, ilyen szabadulós játék telefonra, és rohadt jó. Ilyen keresgélős. Daisybe is játszhatunk szabadulósat, rád rakok egy bilincset. Jó, nem. Vagy akkor keressünk valakit, akire rád. De nem olyan szabadulós, hanem biztos ismered ezeket, hogy keresned kell számkombinációt, és akkor meg kell fejtened a széfnek a izéjét, akkor benne van egy kulcs, a kulcsa ki tudod nyitni az ajtót. Érdekes. Milyen a logója a játéknak? Nem tudom, megnézem. Nem az, hanem hogy Stark. Ez jogos, mert még. Ezt biztos meg fogják kérdezni, főleg, hogy így megmutattam. Mindjárt megnézem. Egy ilyen kis kék háttéren egy ilyen kis csávócska van rajta. Sárga kör. Ah, megvan akkor. Ilyen sárga hajó. Most ezért nyomom.
most jött ki nem régen az a játék, Star Wars a Crescent. Igen. Kurva. Gyerekek, azért óvatosan figyeljünk közben a Daisy-re is, mert nem akarok még most meghalni. Hú, mindjárt üszendeni fogok. És ha lövök, akkor az szépresszor, ami rajta van, ez hang tompítok. Attól függetlenül, hogy nem látom. Micsoda? Ezt még egyszer? Itt ott egy a... kocsi! Ez csapda! Ez csapda! Nézzük meg. Figyeljetek a házak ablakaira, gyorsan a házakat nézzük meg előtte itt mellette. Ó, itt egy konzerv. Akkor nincs itt senki. Ah, biztos elvitték volna. Akkor idáig csak kitolták, vagy? Hát kigurult. De amúgy jó állapotban van, lehet vele menni? Nincs benne se aksi semmi. De az most kell? Persze. Nélkül nem indulom. Baszki, itt tovább kell hozni. Vehetek ebbe egy szé... Ja nem ott a másik szégen, de aksi vagyok. Próbáld már meg beindítani. Nem indul. Nem. Kell bele aksi benzin, gyertek. Kirakta bele a mozinját amúgy. Én is most nem bírom kiszedni. Ügyes vagy. Öcsém. Komoly. Na, de csak sikerült. Jó, szóval az volt a kérdésem, hogyha van rajta hangtompító, és hogyha lövök, akkor hangtompított lesz a lövés? Attól függetlenül, hogy én nem látom, mert bebukolt. Lóta tudja. Szerinted honnan a toszból tudjuk? Nem tudom. Hát úgy vágtátok, hogy mi történt. Ja, először nézzük meg a bázist, aztán elmegyünk a nagy reptérre. Most már remélem lesz ott valaki. Vagy valami. Vagy valami. Majd meglássuk. De miért laggol néha? Nem szeretem. Csúnya játék. Új. Néha olyan, hogy már... még a színek is ugrálnak, tehát a színteli tetség. Az kurva jó, van optimalizálva a játék. Hány meg azt ez a kurva játék. Százat. Most kajak azt töltöd? Arra töltöm. Ez kofámba süt a nap. Imádom. Meg a lámpák is. Ja, ne is mond. Itt lehet kilépek, hogy visszajöjjenek a cuccok a mozinra. Na, addig még átnézzük gyorsan az egészet, csak nem tudsz tudni visszajönni, mert 30 per 30-on volt az előtt is a szeró. Szarvas, nem láttok amúgy? Nem. Kockáztatunk. Én mindjárt rászülök neked egy vasra, és akkor lesz. Mit csinálsz? Rászülök neked vasra, és akkor lesz. Aj, bazd meg, de rossz. De rossz. Tök jó liba sorban megyünk, amúgy tökre nem feltűnő. Én nem baj, ide lehet tuti észrevesznek. Amúgy nem feltűnő ez a rózsaszín szerintem, vagy pink. A pink meg a rózsaszín nem nagyon közelről látni. A rózsaszín az világosabb, mint a pink, nem? Nem, a pink hát világosabb. Mi a különbség a pink meg a rózsaszín? Szerintem a pink hát az nem pink az angolul van. De szerintem nem ugyanaz a két árnyalat. Annyi, hogy a pink az angolul van. Szerintem a pink világosabb. Szerintem meg a rózsaszín. Nagy táska. Micsoda, micsoda, mit találtál? Ne haragudj! Ott van kint a dugvar közepén egy... táska, driver. TSKO panc van benne, 9 nős lőszer. Stipstop ez a táska. Beszarok. Hát így pakolok. De az hunting, azt mondta a drybag. Az nem drybag. Na drágok. TTSKO panc. Az nem kell. Az volt benne. De... itt megizzi. Kobá. Mi a szar ez? Tehát ezt nézzétek már meg. Várjuk, felveszem a kezembe a kalapomat. Na. Ezt figyeljétek. Orvosi sapka. Ezt még nem is láttam. Ezt nézd. Nézd, nézd. Tök jó, nem? Ja. Hol vagy? Erre megnézem. Hát ilyen egész ruha tettek össze lehetem. Vágom, már találtam izé... ilyen orvosi. Állj meg. Alsót, felsőt. De mi ez az izé? Ja. Megkötöm a fejemet.
Nem tök poén. De az mint egy kicsit fejbe lőttek volna, aztán... Na. Van az? Na! Hát jó, akkor nincs sapkám. Most ilyen kis kopasz lesz a fejem. Yes. Van ez a melegítő, ez a karbós melegítő. Két hely van benne, de amúgy egész jól néz ki. De már csak azért sem veszem fel, mert két hely van benne. Ó, 22-es kuló, gondolom senkinek nem kell. Vagy nem is izé volt az. Börtönbe semmi. A börtön az mindig üres mostanában. Jobban néz ki. Micsoda? Börtön mindig üres? Vagy mit mondtál? Nem adottam. Baszt. Kéne egy jó szemüveg. Na, nem baj, legalább megyünk a reptére, akkor majd háttal leszek a napnak, és nem fog a pofámba sütni. Meglátok. Ja, már be is léptem. Akkor vagyok. Bőven megvárunk. Visszajöttek a cuccok, ez az. Hol vagytok? Hát nézegetjük a barakkokat, legalábbis én, de hát amúgy... Azt hittem már elindultatok. Baszkor, de megijesztett tisztát. Sejtettem, hogy megijedsz. Olyan vicces ez a izé, aki csupasz a fejem tőle. Ilyen bőrfejű vagyok. Na nem baj, itt az elején majd találkozunk, és akkor gyertek vissza az elejéhez, és akkor megyünk reptérre. Nem szándékozom. Jó. Nagyon itt maradni sokáig. Pisztolyommal körbenézek. Aztán... Most van nálam sokkal. Ez aztán kellett lagolnia. Hallod? Azt a sapkát hol találtad, Tonek? Mit tudom én, valahol. Valami hátra biztos. De most nem vetted fel? Nem, ez eddig is rajtam volt. Aj, nekem kell a kalapom. Ezt nem hiszem el. Azt hittem, hogy bebúrtad a kalapomat, mert itt hagytam ebben a házikóban, és nem bírom felvenni. Ja, megnézem neked. Sikerült, sikerült, mehetünk. Bazd meg. Király vagyok. A sarokban azt az őrbódét nézte valaki? Melyik? Nincs benne semmi. Ja, hogy lenne. Kicsit sötét ez a nadrág. Benézek még ide is. Abba a kicsi lyukba. Hát ha. Tartsátok nyitva a szemeteket. Ó, itt egy cipellő. Bocsi, nincs semmi. Egy darab dupa. Úgy kajak. Jó, milyen... most nem jött össze. Milyen spúr már a játék. Egy darab gyufát kapunk. Ez a Tonák, aki ott szalad? Tonák. Merre szaladtál el? De nem Viborba menjünk, hanem a nagy reptérre. Jó, hát én arra mentem. Viborba nem szeretek harcolni, az olyan... Olyan Vibor. Jó, meg azt mondtam. De előttem kinek van két fegyvere? Nekem. De jól megy. Az AK-ban nincs lőszerem, vagy hát tálam. Jaja, tényleg azt mondtad is. De hát azért elhoztam, mert... Mozira fel tudtad rakni a szkópot? Visszajött, amikor újra indítottam. De most mi van rajta végül, PU szkóp? Aha. Jó az. Ja, hülyén nézek ki ezzel a táskával amúgy. Előről jobb. Ez a lila hátizsák tényleg elég feltűnő. Hát őszintén megvan sérülve, tehát koszos, úgyhogy annyira nem is világít, mint hogyha prisztines lenne. De majd úgyis találok együtt, úgyhogy majd lecserélem. Kicsit dörzsöd bele a sárba, aztán jött a telepmintás. Bekenem szarra. Nem lesz már feltűnő. nem is értem, mi a fekete szprével mi nem lett lefújni. Lehet, hogy nem lesz olyan szép, meg mit tudom én. De nem feltűnő. Tök jó lenne.
Mindjárt írok egy levelet a bohémiásoknak. Hogy én azt akarom, hogy sprayveles. Leszórják ott visszatűrjük. Meg lézerfegyvert akarok mégse raknak bele. Az kicsit irreális, nem gondolod? Nem. Ne szólál komolyan gondolom. Jó lenne. Gábor, te is írhatsz egy levelet, te meg FPS-t fogsz kérni. Jó. Ja, vagy a Falcon repülő szervezból. Amúgy állítólag ilyen lesz helikopter most már, nem is tudom, Tonek, pont te posztoltad, azt hiszem. Lesz helikopter Little Bird talán? Nem is emlékszek rá. Na arra kívánj, azt mi szenvedést lesz összeszedni. Aztán egyszer odabaszod a földhöz, meg, lesz meg irányítani, basz már. Na arra kíváncsi leszek. Irányítani. Gondolj bele, a kocsi milyen szar volt először. Mert talán egy év múlva eljutunk odáig. Hát mondjuk az is igaz. Hol a faszba lehet itt bemenni? Én azt mondom, hogy egy távcsövezést azt csináljunk. Betöltöttem adott. Nem itt tudja betölteni innen a player szerintem. De nekem a textúrák nem töltenek be, szóval tök mindig. Ott még azért nem tartunk. Jó megálltunk itt a plac közepén, hallottam a... ...kicsit felcímét. Megszomja ezt a, menjünk arra balra izéhez. Elveszem az SK-st. Mert én is akarok majd inni. Mert szomjas is vagyok. Meg... meg kéne nézni át, ha találunk valami táskát, úgy is van egy barakka. Borok? Két kával. Futhatná, gyorsabb. Jó. A barak tele van ilyen zöld buhákkal, hallé. Igen? Már benn is vagy a barakba? Na, hát is nézzem. Amúgy most már... Ja, nem, ez még nem kinyitható. Na, itt van. Valaki nézze már meg azért a börtön, nehogy valaki ott lesek egyen. Ezt a kiszok. Ezt a vesztet én fel is veszem, gyerekek. Hogy áll? Hogy áll az a 19-11-es? Érdekes volt. No, mindegy. Itt kibegyem. Itt egy üveg valakinek, ha kéne. Egy palack. Hú, tényleg, azt én be is búrnám. Azt, mert abba egy liter víz fér. Pontosan egy liter? Abba pont egy liter fér, ebben meg csak 700 milliliter, azt hiszem. Na, mit találtam, gyerek? Nem, ebbe is egy liter, eddig nem egy liter fér. Na, mit találtál? Kiégett, figyelj, rohan elég. Kocsige. Kocsit? Szöge. Szöge. Ja, szög. Hí, hagyjál szöget! Kell a szög. Nekem is. Elég kettőnknek, ugye? Hány darab van benne? Nem tudom, nem néztem. Börtön a tiszta. Találtam fekete cowboy kalapot. Az nem rossz. Kell valakinek? Hát a Pristines akkor kéne. Akkor igényt tartanék rá. Hol voltak a szögek? Jól vettem. Májna. Ó. Na ez ilyen új épület. Na, ki van itt? Kinek kell a szög? Nekem hát kell, először várj... Starknak adjad. Jaja, nekem ki. Azt majd nekem. Meg a Sapi. Ha marad, akkor én is kérek. Sapi! Sapi! Ja, tényleg ezekbe is be lehet már menni, már a másik oldalt már láttam ezeket, itt még nem is voltam. Melyikbe vagytok? Másba. SVD-tár. Aha, el is teszem. Hú, réles előadj. Ezt mondjuk kidobjuk. Na, hol vagy szá? Itt van. Kidobom ide. Jó, dobjad. Köszi. Ez hogy is működik?
Mit én csak simán ráhúzra, aztán beadjam, hogy tudok draftolni akarod. Aha, eddig nem sikerült. Na, meg most... Megvittek a bolygat is. Nem kell. Nem. Ja, várj! Pú, bazzik, de hülye vagyok, ezt ki kell bontani. Hagyjad már, mindjárt megnézzük. Az a szög már tiéd lehet. Ne, megcsináltam. Köszi a kalapot. Hagyjad már. Fú, a jó, és ez, ugye, rád verek egyet ez. Valakit persze. Meg kéne vele ütni. Gondolj bele, véres lesz a végén, meg beleakad a fejébe. Ah. Jó kis crafting szoba. Különnének kicsi ilyen animációk. Mit lenne rossz? Ez fantasztikus. Már megérte. Összegyűjteni. Hát... De le ne üssétek. Na gyerünk ott. Kártótából. Annyira nem látok. Várjál Tonek, álljunk meg itt. Várj még ezt megnézem. Ide nem lehet bemenni. De nem baj, menjünk akkor a reptérre.